Branislav Zunic irányítja már a paksi kosarasok edzését. Az 54 éves szakember vette át a Schmidt Béla menesztése után megbízott vezetőedzőtől, Jan Pavliktól az ASE kispadját. Zunic korábban dolgozott már Pakson. Először a 2008-2009-es szezon közben Kaposvárról érkezett Paksra, és bajnoki aranyat nyert a paksiakkal, majd 2010 februárjában távozott. 13-ban visszatért újabb két bajnoki évadra. 15-ben magyar kupa bronzot szereztek vele az asésok. A szerb magyar mesterrel, akitől december közepén vált meg az Alba Fehérvár, egyenlőre a szezon végéig szóló szerződést kötött az atomerőmű ESE vezetősége. Pakson mindig nagy örömmel dolgozom egy olyan klubban, amelyik egyébként, hogy mondom, mindig szokott nagy célokat kitűzni, éppen, hogy most valahogyan az utóbbi években ez nem sikerült. Hát ne felejtsünk el, hogy sportról beszélünk, meg ne felejtsünk el, hogy a többi csapatok is fejlődnek, az erőviszonyok változnak, éppen ebbe a bajnokságban szerintem nagyon kiegyenlített a mezőny. Ha megnézzünk a Szolnokon kívül, tényleg mindenkit tud megverni. Nekünk éppen most azért nem olyan nagy célkitűzések vannak, de valahogyan először a középszakaszban be kell kerülni, és utána a rájátszásban. Az ASEM a magyar bajnokságban 8 győzelemmel és 11 vereséggel a 10. helyen áll a tabellán, úgyhogy nem kis fába vágta fejszéjét a tréner. Az alapszakaszból még 7 forduló van hátra. Valahogyan meg kell kezdeni nyerni a meccseket. Éppen a csapat a rossz szériában van, rossz sorozatban van. Játékosok mindig szoktak lelkesen dolgozni ilyenkor. Egy picit, hogy mondom, nem a legjobb körülmények, a legszerencsésebb időszak, ugye, mert a két válogatott játékosunk hiányzik, de ezek, akik itt vannak, tényleg. Tehát ez szerintem az előbb is, ahogyan kaptam az információkat, és amit látom, ezzel nagyjából nem volt a probléma, hogy dolgoznak-e, vagy nem. Csak valahogyan, mondom, voltak meccsek, amit lehetett nyerni, és aztán a végjátékban nem sikerült elég, hogy mondom, basszantó vereségek voltak. A Sopron KC elleni hazai meccsen debütált Zunic. A rangadón nagy csata várható az azonos mutatókkal rendelkező két csapat között, remélhetőleg paksi sikerrel. So guys, when you drive too, stay clear, nobody, from that.